Két hónappal meghosszabbította a kormány az ingatlan, telek és járműadók befizetésének határidejét. Az indoklás szerint időt kell hagyni az állampolgároknak arra, hogy tájékozódjanak a pénzügyi törvénykönyv módosításairól. A cég tulajdonosokra vonatkozó adófizetési törvények módosítását már március közepén elfogadták. Az alkalmazási normák azonban csak nemrég jelentek meg. Sok adófizető a pontosításokat várta, addig nem fizették be az adót. A közeledő március végi határidő azonban azt jelentette volna, hogy sok nyilatkozatot nem sikerül feldolgozni. Ebben az esetben többen elestek volna a 10%-os kedvezménytől. Az alkalmazási normáknak a módosítása nem jelent meg csak tegnap előtt, 22. márciusban. Ez sok embernek visszafogottságot jelentett, és mi se tudtunk bizonyos nyilatkozatokat végleg döntéssel feldolgozni, mert a módosítás az más típusú elbírálást jelentett. Ezért az emberek is visszafogottabbak voltak, és várták a módosítást azért, hogy tudjanak helyesen és időbe fizetni. A legújabb módosítás értelmében a nyilatkozatok leadásának határidejét kitolták május 31-ig, a befizetési határidőt pedig június 30-ig. Aki tehát június végéig a teljes évre kifizeti a terület, épület és járműadót, az részesül a 10%-os kedvezményben. A határidők módosítása azt is jelenti, hogy a hivataloknak így lesz még egy hónapja a leadott nyilatkozatok feldolgozására.